Na, jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt mondja, hogy 7-e van. Hideg, mint állat. Jeges volt reggel az ablak. Kérem szépen, valahogy be kellett a tornáztam magamot a helyemre. Aztán hajrá. Na, hát... Mi a fasz? Ha mi nyomtasz így meg a picsába? Valahogy odaszalult keményen. Na mindegy. Fűha! Kérem szépen! Kérem szépen! Most azt mondja, kedv van. Jól van. Jól van. Majd kiteszem a lácsra, ezért a kamerát úgy látom, az a legjobb látószög, nem tudok más kitalálni. Annál jobb látószöget nem is tudok, mint a kamerának, hogy kiteszem a lácsra. Ugyan nem halljátok, amit mondok, de az mutat valamit. Az mutat valamit. Mert innét bentről ez lofasz. Ez lofasz, ami innét bentről van. Ez lofasz. Kár, hogy nem lehet kinyitni az ablakát, legalább az ablakát lehetne kinyitni neki. Legalább annyit, hogy az ablakot kinyitni, de még annyit se. Mi baj ez? Na jó, hát majd jelentkezek. Során pedig a jogi bizottság várhatóan javaslatokat tesz a nők elleni verbális erőszak
Thank you.
Thank you.
ezt a szentimentalizmust, amikor azt a jó kis csirkemájat megvásárolják a hentesnél, csak olyan... Thank you.
gyermekvédelmi népszavazás nem létezik, LMBTQ. Kérlek szépen, mai reggelim szintén meleg étel. Román származású. Kérem szépen, gyönyörű kis töltött káposzta. Töltött káposzta. Nézzük meg. Jól megmagyarodott. Ilyeneket nem tudok én csinálni, ilyen egyen káposztákat, ilyen kicsiket. Nekem akkor a káposztom, akkor a levél. Nagy a levél, nagy a káposzt, nagy a gombóc. Egyébként azt kell mondom, hogy finom. Jól megtanulták a magyaroktól a románok. Jó a leve is. Érdekes, hogy ugye erre a káposztára kell paradicsomot rakni, és ugye ez egy kicsit paradicsomos a káposzta. De magát azt az összeszeletelt paradicsomos káposztát nem szeretem. Ez konzerv volt egyébként, konzervkáposzta. Mondom. Jó, meleg.
Mondom, jól megtanulták a magyaroktól. Hogy kell. Köszönöm táposztát csinálni. No.